gondoltok, hogy a környezetetekben, hogyha nagyon sok a beton, az jót tesz-e? Mert akkor nyáron mi történik? Hidegebb lesz, vagy melegebb, ha sok a beton körülöttek? Melegebb, igen. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaptak választ a távhűszolgáltatás fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett programon az ovis és általános iskolai csoportok péntek délelőtt. Emellett a kicsik figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is felhívták. A jubileumi ünnepség megnyitóján az EVAD ZRT igazgatóságának elnöke méltatta az EGRI távhű működését. Egernek 50 éve az EVAD ZRT az energiapolitika és energiagazdálkodásának központja. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt jó helyen van az a gondolat és az a törekvés, hogy a megújuló energiák alkalmazását is erősítsük a városban. Nagyon fontos döntést hozott a tegnapi nap folyamán Eger város közgyűlése. Az EVAD ZRT-t bízta meg azzal, hogy Eger tekintetében alakítsa ki a lokális energia közösséget. Ennek vizsgálja meg nyilván jogi, fizikai, szakmai aspektusait. A rendezvényen továbbá elhangzott, a távhűszolgáltatás jövője tekintetében két alapvető körülménynek kell megfelelnie az EGRI távhőnek. Egyrészt zöldíteni szeretnénk a távhőszolgáltatást, mert jelen pillanatban 100%-ban gázfűtés alapú, másrészt környezetvédelmi, másrészt gazdaságossági mutatóknak is szeretnénk megfelelni, sokkal hatékonyabb, gazdaságosabb és megfizethetőbb távhőszolgáltatást szeretnénk a jövő évtizedben már Eger városában biztosítani. A jubileumi ünnepség egyben lehetőséget adott arra is, hogy a civil lakosság közelebbről is megismerkedjen az EGRI fűtőműrendszerrel. Mindez az erőművek éjszakájához kapcsolódó program volt. A mai napon lehetőség van eljutni olyan helyekre, ahová a dolgos hétköznapokon nem. Kinyílnak az erőművek, fűtőművek kapui, és természetesen szakszemélyzet kísérete mellett megmutatják az energiatermelés, illetve energiaszolgáltatás lényegi elemeit. Az iskolás csoportok kíváncsian járták végig az EVAD ZRT telephelyét. Most az EVAD-ban vagyunk is, hogy hogyan működnek a gépek, és a kazánokat is megnéztük. Mi tetszett neked eddig a legjobban? Nekem a kazán. A rendezvényre ellátogatók egy speciális VR szemüveget is kipróbálhattak. Úgy működik ez a játék, hogy minden egyes esetben két dolog közül kell majd választani, és utána elmondja egy narrátor, hogy mi a döntés a következménye. A jubileumi ünnepségen kihirdették a távhűszolgáltatás napja keretében meghirdetett rajzpályázat eredményeit, és egy új fát is ültettek a társaság telephelyén.